Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Pécs TV interaktív fórum műsorát látják, mint azt az iménti főcímből is észrevehették. Szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégeit, Pécs megyei jogváros közgyűlésének frakcióvezetőit. Köszöntöm az urakat, és engedjék meg kedves nézőink, hogy bemutassam vendégeinket. Nagy Csaba, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség MDF-MKDS frakcióvezetője. Ha megengedi, a jövőben Fidesz frakció néven fogom használni a frakciót. Jó, köszönöm szépen. Bukai Endre, az MSZP frakcióvezetője. Jó estét. Bretter Zoltán, az SZDSZ frakcióvezetője. Jó estét kívánok. Engedjék meg, hogy a műsor elején gratuláljuk Nagy Csaba úrnak, aki az időközi választáson az egyéni szavazókörzetben, az egyéni választókerületben nyert, és a közgyűlés egyéni képviselőjévé vált. Az ön utódjáról lehet-e már valamit tudni, aki a listáról kerül majd be? Köszönöm szépen a gratulációt. Nekem volt egy kérésem a pécsi Fidesz szervezet elnökség és a szervezet felé, méghozzá az, hogy addig ne beszéljünk arról, hogy ki kerül be a listáról, amíg nem tudjuk a hivatalos végeredményt. Ugye ezt a tegnapi nappal megtudtuk, úgyhogy holnap fog leülni az elnökség erről a kérdésről először tárgyalni. Utána a szervezet és működési szabályunknak megfelelően összehívjuk a csoportgyűlés, és az fog titkos szavazással dönteni, hogy ki lesz az a képviselő, akit a listáról delegálunk a testületbe. Tehát nem úgy van, hogy a következő lép be? Lehet, hogy ez lesz a végeredmény, de hát előre ezt nem lehet megmondani, mert törvényileg arra van lehetőség, hogy a párt ne a következő jelöltet delegálja, hanem egy más embert. Ha megengedik, akkor még ugyan nem ez a mai beszélgetés témája, hanem az önkormányzat egy éve és az előttünk álló jövőkép, azért engedjék meg, hogy kikérjem a véleményüket a választás eredményéről. Hát először is jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, és gratulálunk Nagy Csabának a vasárnapi választási sikerért, és a Fidesz frakciónak a természetesen, hiszen közösen értékel ezt az eredményt. A mi véleményünk az, hogy valójában valószínű az van mögötte, hogy a választók a jelenlegi országos helyzetet vették figyelembe, és ez alapján döntöttek, úgy mi tiszteletben tartjuk a választók véleményét, és biztosak vagyunk abban, hogy a jelenlegi új képviselő is a város érdekében fog dolgozni, úgyhogy mi véleményünk az, hogy valószínűleg elfogadhatóan jól döntöttek. Köszönöm, Rettől. Valóban jó estét kívánok, és hadd gratuláljak innen is Nagy Csabának. Tegnap már fölhívtam és gratuláltam neki. Valóban az a benyomásunk, hogy az utóbbi egy hónap verte meg a jelöltünket. A költségvetéssel, az országos költségvetéssel kapcsolatos ügyek, talán a lakáshitelekkel kapcsolatos ügyek azok, amelyek az utolsó pillanatban szavazási elhatározásra sarkalták a választókat, és meg kell, hogy mondjam, hogy bizonyos értelemben ez nem csak érthető, hanem úgy is értelmezhető, mint egy figyelmeztető jel. Nem itt a helyi politika számára, azt gondolom, hanem az országos politika számára, a kormány politizálása számára is. Ebből a kormánynak kell elsősorban a mi itteni választási eredményeinkből tanulnia. Én remélem, hogy ez egy alkalmas pillanat lesz, hogy tanuljon ebből a választási eredményből is. És ön mit szólt hozzá, amikor megnyerte? Hát örültem nyilvánvaló, hiszen ilyen eredménynek örülni kell. De hadd kérdezzek valamit, miért kellett egy képviselőnek még egyszer képviselőnek lennie? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Jó állapot kétszeres képviselő. Hiszen ön már képviselő, frakcióvezető. Nem is ebben a ciklusban kezdte. Így van. Hát hogyha viccesen akarnék válaszolni, akkor nagy a munkabírásom, hogy szerettem volna még dolgozni a közérdekében, de komolyra fordítva a szót, azt gondolom, hogy egy önkormányzati képviselőnek, akinek kerülete van, sokkal több lehetősége van a közösségért, a helyi közösségért dolgozni, és igazából ez motivált. Illetve hát volt egy olyan motiváció, hogy megpróbáljuk növelni a Fidesz frakció létszámát a közgyűlésben, ami sikerült, és azt gondolom az előzetes vélemények alapján, hogy teljesen természetesen nyilvánvaló, hogy az országos tendenciák is szerepet játszottak ebbe a választásba, de egy év alatt sikerült 30%-kal, közel 30%-kal javítani az eredményeinken. Én azt gondolom, hogy itt nem csak az országos
hibákat kell keresni a politikai irányításban, hanem a helyi hibákat is, és volt a kampánynak egy olyan része, ami szerintem mindenképpen megfogta a 10-es választókerületben élőket, méghozzá az a kampány része, ami a 10-es választókerülettel és annak problémáival foglalkozott. Én remélem, hogy ennek is betudható az, hogy ezt a jó eredményt futottuk. Változott a pécsi közgyűlés erőviszonya a választás eredményétől? Nem változott. Tulajdonképpen a szocialista párt abszolút többséget birtokol a pécsi közgyűlésben, hiszen 22 tagja van. És a velünk koalíciós partnerünk Szabad Demokraták Szövetsége pedig 4 fős frakcióval vesz részt a munkába, és van 2 támogatónk, a civil koalíció képviselője, illetve a munkáspárt képviselője. Gyakorlatilag ez az erő egyensúlyon nem változtatott. A 2/3 arányon sem? Nem, nyilvánvaló, hogy nem, mert most 13-on leszünk 12 helyett, de remélem, hogy olyan képviselő kerül a testületbe, aki tovább színesíti azt a palettát, amit a tévénézők láthatnak a politikai felhozatalban. Köszönöm szépen. Mindenesetre politikai érdekesség, hogy valaki kétszeresen képviselő ugyanabban a ciklusban. Ez gratulálunk önnek. Köszönöm szépen. Az önkormányzat 1 éve után vagyunk. Egy nagyon rövid helyzetértékelést nagyon szívesen hallanék önöktől. Én azt szeretném, hogyha lazán beszélgetnénk erről, tehát ha valakinek mondandója van, jelezze. És beszéljünk akkor arról, hogy most az elmúlt 1 év után, az új költségvetés előtt, ugye a költségvetési koncepció elfogadásával, önök mit gondolnak, hogy milyen volt ez az 1 éves munka? Hát akkor talán azért kezdem, mivel a legnagyobb frakció szocialistáként. Az elmúlt 1 évet én nagyon sikeresnek tartom az önkormányzatunk életében. Egy nagyon lényeges fordulat következett be, amit talán a választóink nem is vettek észre, és mi magunk is csak akkor, amikor összegyűjtöttük. Nevezetesen pályázatokról van szó. Ilyen mennyiségű pályázatot, mint ebben az évben, amit az önkormányzat leadott, különböző központi támogatásokra, uniós támogatásokra, az elmúlt több év során összesen nem történt meg. Legutóbb írtuk össze, hogy csak az oktatás területén több mint 150 pályázatot adtak be. Ezek kisebb-nagyobb volumenű dolgok, de hát, hogyha úgy nézzük, ezek a 2-3 millió forintos nyeremények is nagyon értékesek, amikor egy-egy olyan programra, vizsgálatra van szó, amit megvalósítunk. Ez az egyik, ami azt jelenti számunkra, hogy nagyon megélénkült ez a tevékenységünk. Másik, hogy sikeresnek bizonyult 2 új bizottságunk felállítása, az egyik a civil kapcsolatok, ifjúság és civil kapcsolatok bizottságának a felállítása, illetve a külügyi uniós ügyekkel foglalkozó informatikai bizottságunk felállítása. Mind a 2 lassan szépen helyett teret nyer és tevékenységét érezteti, többek között például pont a pályázatok területén. A beruházásokat is sikeresnek vélem, igen jelentős fejlesztések indultak el, több éve kezdődött el, hiszen az ISPA beruházást említem, az most fog elindulni, de ez 2-3 éve ezelőtt fogadta el a közgyűlés, megtörténtek a buszvásárlások, megtörténtek azok a beruházások itt az ECE kapcsán, ami sajnos az egész város életét felborította, és befejeződött a repülőtérnek egy nagyon lényeges üteme, ami azt jelenti, hogy a repülőtér immár fogadókész arra, hogy messzebbről, távolabb vidékekről, kisebb, de minden esetre a város életében jelentős szerepet betöltő gépeket tudjon fogadni. Összességében talán ennyit, és szívesen csatlakozom kollégáimhoz, hogyha akár vitatkozni kell, vagy ha meg kell erősíteni az általuk elmondottakat. Köszönöm. Mielőtt szót adnék, engedjék meg, kedves nézőnk, hogy felhívjam a figyelmüket, hogy ebben a műsorban önök is részt vehetnek kérdéseikkel, véleményekkel. Az 510-008-009-es telefonszámon várjuk véleményüket, illetve SMS-ben is üzenhetnek a 3030-140-es Vesztel számon, vagy e-mailt írhatnak, ha kedvük tartja, a forum@pechtv.hu e-mail címre. Minden forrásból várjuk az önök véleményét, és nyugodtan kérdezzék a frakcióvezetőket ezekről a témákról, melyről beszélünk, de másról is. Én kicsit általánosságban szeretnék fogalmazni így az elején. Nehéz volt, és valószínűleg nem lesz könnyű. Azzal indult, emlékeztetnék mindenkit, hogy azzal indult a pécsi közgyűlésnek a munkája, hogy az 50%-os közalkalmazotti béremelés után voltunk éppen, és hát ennek egy részét az önkormányzatnak kellett valamilyen módon kigazdálkodnia. Következésképpen egy jó része a tevékenységünknek azzal telt, hogy megpróbáltuk a költségvetést egyensúlyban tartani.
És ez a helyzet ez jövőre is fenn fog állni, tehát az a benyomásunk, hogy az országos költségvetés önkormányzatoknak szánt összege szűkösen elegendő az önkormányzat működésére. És persze, hadd tegyem hozzá, hogy mindig itt önkormányzatról beszélünk, és ez olyan, mint amikor az államról szoktunk beszélgetni, hogy egy picit távolinak tűnik, de azért vegyük figyelembe, hogy az önkormányzat a legnagyobb intézményfenntartó, iskolahálózatot kell fenntartani, a kulturális intézményhálózatot tart fönn, tömegközlekedést tart fönn, erről sok szó esik az utóbbi időben. És a legnagyobb munkáltató a városban. És a legnagyobb munkáltató a városban, tehát azt kell tudni, hogy ez azért a város lakosságának egészét érinti. Tehát a következő év is, és ezt meg kell már most mondani, a következő év sem lesz könnyű, a költségvetés egyensúlyban tartása egy folyamatos kérdés lesz. Én azt remélem, hogy ezt valamennyire sikerül majd teljesítenünk ezt a nehéz feladatot, de senkit nem szabad azzal áltatni. Azt gondolom, hogy hát ebben a pillanatban elérkezett az a Kánoán, amely majd Pécs városának csodálatos felvirágzását hozza. Valóban lesznek fejlesztések, valóban lesz fejlődés, de kétségtelenül elsősorban valamiféle szinten tartás lesz az, amit meg kell céloznunk, és egy sikeres egyensúlyt kell megteremtenünk. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Ellenzéki szemszögből hogy értékeli az elmúlt egy évet? Hát érdekes az elmúlt egy év, mert sok várakozás szerintem nem jött be, ami a város polgárainak a fejében megfordult akkor, amikor megtudtuk, hogy milyen választási eredmények születtek 2002 őszén. Arra gondolok, hogy tulajdonképpen elsöprő győzelmet aratott az MSZP, hiszen tulajdonképpen az SZDSZ nélkül is politikai értelemben többsége van, és tudná kormányozni a várost, illetve a testületet. Nyilvánvaló, hogy ezek után azt gondolta az ember, hogy azok a látens politikai megnyilvánulások és érvek, hogy szíre szinten alapján kell Pécsen szavazni, és a városnak előreláthatóan virágzó, felvirágzó időszaka jön. Ez valahogy nem látszik az elmúlt időszakban, és nem igazán jött be. Képviselőként azt látjuk, hogy súlyos költségvetési gondok vannak, súlyos költségvetési gondok lesznek 2004-ben, és azt is látjuk, hogy tulajdonképpen azok a nagy fejlesztési elképzelések, amik beharangozásra kerültek, egyelőre még csak elképzelés szintjén vannak és papíron vannak. Tulajdonképpen igazából az elmúlt egy évet az jellemezte, hogy a korábban elindított programokat áthúzódó beruházásként a város befejezte. Egyébként ez egy jó hír, tehát ennek a magunk részéről is örülünk, és azt gondolom, hogy talán a kritikai elemet némileg tompítja az, hogy én annak örülök, hogy vannak olyan várospolitikai elemek, amikben nem vitatkozunk egymással, és erről is kell, hogy beszéljünk egy ilyen vitában, de nyilván arról is, hogy mi a magunk részéről nem vagyunk megelégedve a városvezetés jelenlegi teljesítményével. Azt hiszem, hogy a labda magasan van. Igen, meg is lepődnék, hogyha az ellenzék azt mondaná, hogy elégedettek a város tevékenységével, úgyhogy ebben semmi különösebbet nem támogatom. Én azt szeretném, hogy inkább konkrétumokról beszéljünk, tehát az, hogy mi történt az elmúlt egy év során, tehát ha végigvesszük, hogy a kultúra területén, oktatás területén, beruházások, ipar, a cégeink területén milyen beruházások, változások történtek, akkor szerintem sokkal gazdagabb képet tudunk festeni. A költségvetés állapota, én nem emlékszem olyan időszakra, az elmúlt 13 évben. Elnézést, hogy belevágok, még nem menjünk bele a költségvetési állapotába. Egy megjegyzésem ment csak hozzá. Nem tudok olyan évről, amikor azt mondták volna, hogy minden rendben van. És ez nagyon nagy szerencsém, ha itt minden rendben lenne, akkor egy ilyen álló poshat vízbe ülnék. A mi véleményünk az, hogy nem, fejleszteni kell, a fejlesztéseket, ha kell, hitelből biztosítjuk, ez az egyik, ami megoldásként kell kezelnünk, és a továbbiakban annyi programot elindítottunk, hogyha most nem tenne semmit az önkormányzat, 2005-2006-ig is talán kitartanának ezek a fejlesztések. Ha azt nézem, hogy az oktatási ágazatban megindulnak a rekonstrukciók, felújítások, ez több mint 2 milliárdos program keretében valósul. Az egyik lesz a nevelési központ. Önnek igaza van, bocsássa meg, csak azért akarom félbeszakítani, és utána visszaadom erre a szót feltétlenül, hogy mik azok, amik most folyamatban vannak. De az imént Nagy Csaba azt mondta, hogy egy csomó dolog az elmúlt évben nem valósult meg.
Szeretném, önnek volt igaz, amikor azt mondta az imént, hogy na jó, akkor beszéljünk tényekről. Mik azok? Na most én épp ezért akarom elmondani, hogy mi az, ami megvalósult, elindult, mi kezdődött meg, és biztos, hogy képviselőtársam el fogja mondani, mi az, ami még nem valósult meg. És akkor nem, semmi gond nincsen. Tehát én azt mondom, az oktatás keretén belül megkezdődtek az intézmények felújítása, itt a Bánki Donát utcai általános iskolára van szó, ami rövidesen megkezdődik, megnyert, elnyert pályázatra van szó, megkezdődik a Rácvárosi általános iskola felújítása, ez a kettő együtt több mint 500 millió, most fejeződött be a Pollák Mihály műszaki szakközépiskola felújítása, szintén egy 500 milliós beruházást nemrég adtuk át, most még az utómunkálatok is folytak ebben a beruházban, és itt is folytatódik, és megkezdődik a nevelési központ felújítása, ami több mint 1 milliárdos program lesz. Tehát ha ezt így felsorolom, ez már 2 milliárd. Az utóbbi években egyetlen egy példát kérek, hogy mikor volt ilyen hatalmas jellegű intézményfelújítás. Azzal együtt, hogy készséggel ismerem, hogy ez kevés, hiszen 50-valahány intézményünk van, ami különböző épületekben működik, és ezeknek felújítására is szükség van. Megrendezzük januártól Pécset újra a filmszemlét. Igaz, hogy ez még nem teljesen az a hagyományos országos filmszemle, de mégis egy filmünnep, tehát egy nagyon újabb kulturális országos program kerül a városba ezen a területen, és két másik közhasznú társaságunk, az Állatkert, illetve a itt a Pécs TV kezelésében működő Artmozi is 20-20, illetve pontosabban 2,5-50 millió forintos támogatást nyert, ami ha a költségvetésükhöz viszonyítunk, úgy szintén jelentős beruházás, mert hát itt 60-80 millió. Pontosan költségvetésről van szó. És ugyanakkor sorolhatjuk, az egyszer beruházás, hát amit már látjuk, hogy eddig beszéltünk róla, de egy tény, ez nem a város beruházása, de a város valamilyen módon mégiscsak köze van ahhoz, hogy ide kerülnek ezek az intézmények. A úthálózat felújítás több mint 500 millió forintot költött a PVD. Most jött egy SMS, hogy várható-e Kovács-telepen útfelújítás? Ez a következő évek programja, tehát ez, ami megtörtént egyszer, azzal együtt, hogy készséggel ismerem, hogy a város útjaira rendkívül módon ráfér, és több mint 600 millió forintos beruházás volt ez a hálózat, ami miatt nagyon sokan szenvedtek, de ez az önkormányzat úgy menedzselte le, hogy több cég és intézmény részt vett ebbe a beruházásba, és az önkormányzat mindössze a 10%-át fizette ki ennek. Még egy nagyon lényeges kérdést, és nagyon tudnám, sokat tudnék sorolni, az repülőtér beruházását. Ez közel 1 milliárdos, 1,2 milliárdos program volt, ami azt jelenti, a város megközelítését lényegesen, minőségében javította. Vitatkozik ön ezzel? Azt gondolom, hogy részben igen, részben nem. Tehát nehéz Bókai Endrével akkor vitatkozni, amikor összemos különböző költségvetési számokat és értékeket. Tehát lehet beszélni a nevelési központ felújításáról, de jelen pillanatban a helyzet az, hogy benyújtottuk a pályázatot az én információim szerint, és bizakodunk abban, hogy jó esélyünk van, hogy elnyerjük. Nyilván ezt mi is megszavaztuk, és mi is támogatjuk azt, hogy... Furcsán nézett, most ez mit jelent? Ez el van nyerve a pályázat? Igen, ez egy ütemezés megvan a pályázatnak, ott van egy előterjesztés. Úgy tudom, hogy valósul meg, következő 3-4 éve, de bocsánat. Én úgy tudom, hogy a bírálat az még nincs kihirdetve, de teljesen természetesen bízunk abban, hogy a város lobby ereje, illetve a pályázat előkészítettsége olyan szintű, hogy el fogjuk ezt nyerni. De még egyszer mondom, ez egy ilyen vonatkozásban jó, közös politikai számára. De nem ez az elvárás, amit elvártak az MSZP-től, hogyha MSZP-s lesz ez a város többsége, akkor majd valószínűleg az ilyen pályázatokon, ha nem is, hogy esetleg előnyt élvez, de az információ áramlás felgyorsul esetleg. Én gondolom, hogy ezt várja az MSZP-től mindenki, de én amikor beszéltem az elmúlt egy évről, akkor az elmúlt egy évről beszéltem, és nem a jövőről. Ez az első megjegyzésem, a másik pedig, hogyha végigmegyünk ezen a sorozaton, akkor mondjuk érdemes mondjuk a Pollák Mihály szakközépiskoláról beszélni, ami a polgári kormány által odaítélt támogatási rendszeren keresztül valóban most fejeződött be, és most adtuk be. Most adtuk át ezt a beruházást, és nyilván, hogy ezek mind olyan programok, amikre minden épeszű és józanul gondolkodó városi politikus azt mondja, hogy ezt meg kell csinálni. Főleg, hogy milyen állapotban voltak ezek a közintézmények. Ha beszélünk a repülőtérről, azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos városi beruházás. Persze még messze nem készült el, hiszen a vége az több mint 2,5 milliárd forintot meg fogja haladni, és tulajdonképpen most csak időzérbe a kifutópálya készült el. De amikor erről beszélünk, akkor azt kell megint mondjuk, hogy igazából az elmúlt ciklusban vátvetve küzdöttünk azért, és itt az SZDSZ volt igazából a partner ebben, hiszen az SZDSZ-es Pabbéla, a polgármester úr volt ennek a felelőse,
a mi részünkről pedig dr. Mikes Éva, akkori államtitkárasszony volt az, aki az engedélyezési eljárásban nagyon sokat segített. Ez is egy olyan program volt, ahol hiába voltunk a politikai paletta két oldalán, azt gondolom, hogy együtt küzdöttünk ezért. Persze ki lehet emelni, és nagyon jó, hogy a filmszemlének egy ilyen előfesztiválja, egy előszele visszajön Pécsre. Ez is egy közös politikai akarat volt, hogy próbáljuk meg a filmszemlét visszahozni Pécsre. Én azt gondolom, hogy itt egyszerűen lokálpatriotizmus miatt is kell támogatni azt, hogy ezek a törekvések sikerüljenek. De ha ezzel párhuzamosan elmondom azt mondjuk, hogy sikerült egy női ökölvívó Európa-bajnokságot több 10 millió forinttal támogatni, ahol a fizetőnézők száma kevesebb, mint 100 volt. Akkor, amikor mondjuk ennyi pénzből lehet, hogyha mondjuk a női kosárlabda csapatot támogattuk volna, akkor mondjuk Euroliga döntőt rendezhettünk volna Pécsen, sőt szerintem még ennyi pénz messze nem kellett volna. Tehát vannak olyan kritikai elemek, amiket azt gondolom, hogy az ellenzéknek kötelessége elmondani, túl az általános kormányzat és ellenzéki viszonyon túl. És még egyszer mondom, igazából nem látjuk mi azt a kitörési pontot, amit vártunk volna egy év kormányzás után, mert szép-szép dolog, hogy elkezdjük a lerohadt intézményhálózatot fölújítani, és azt gondolom, hogy ez egy közös program lehet, de igazából a kitörési pontok, a fejlődési irányok nem igazán mutathatók ki a város egyéves teljesítményéből. Akkor beszéljünk erről. Nem szólt hozzá még ez a vitához, pont le akarom zárni, úgyhogy nagyon kérem röviden, fél időben jó, vagyunk körülbelül. Akkor nem megyek bele a részletekbe, csupán egyetlen egy apró mozzanatot emelnék ki a kérdésből. Bár ez nem életbiztosítás, amikor az ember a szerkesztővel beszélget. Szóval ugye, hogy itt elhangzott ez a színre szín, és hogy a kormány támogatás hogyan érvényesül a városban. Most azért én emlékszem akkor, amikor elkezdtük a munkát, akkor nem sokkal rá Megyesi Péter volt itt Pécset, és hát beszélgettünk arról, hogy hát íme milyen jó eredményeket értünk el, és hogy hát elvárjuk a kormányzat támogatását, és Megyesi Péter azt mondta, hogy rendben van, fiúk, írjatok jó pályázatokat, és akkor ezeket el fogjátok nyerni. Szóval ez azért úgy néz ki, hogy azért, és ez nem működött talán korábban sem, a korábbi kormánynál sem, szóval ez nem egy ilyen egysíkú történet, hogy az ember azt mondja, hogy jó, hát én azonos színűs vagyok, és akkor ide milliárdok fognak csordogálni. Tehát azt kell mondani, hogy igenis, itt voltak jó pályázatok, ezekből Bókai Endre néhányat elmondott, vannak az asztalon jó pályázatok, és hogyha ezt megoszthatom a nézőkkel is, ezt a hírt, éppen most kaptuk ma a hírt, hogy a bevetési irányítási rendszer kialakítására, egy egységes bevetési rendszer kialakítására, amely lehetővé teszi, hogy az állampolgároknak a hívásai adott esetben automatikusan a tűzoltósághoz, rendőrséghez megérkezzenek, és ez a város védelmi rendszerének is egy ilyen egységes informatikai hátterét biztosítja. Erre nyertünk el 60 millió forintot, most érkezett a hír. Ez egy ekkora ilyen vastag pályázat volt, jó pályázatot kell írni. És ez vezet át egy mondat erejéig, hadd említsem a következő évben, ezt már Bókai frakcióvezető társam is említette, hogy benn vannak ezek a pályázatok a jövő évre, és ugye jönnek az Európai Uniós pályázatok. Tehát az igazi nagy feladat azért mégiscsak az, hogy ezeket a pályázatokat jól tudjuk megírni, hogy ezeken a pályázatokon nyertesek tudjunk lenni. Akkor teljesül az, vagy teljesülhet az, amit egyébként el is várunk saját magunktól, hogy a város költségvetését egyensúlyba tudjuk tartani. Na, akkor nézzük, hogy mi vár ránk. Hadd említsek két-három beruházást ezzel kapcsolatban, mert képviselőtársamtól azt szeretném megkérdezni, hogy mi az, ami elmaradt, mert tényleg kíváncsi vagyok erre. Tehát jelentőségben mondhatom azt, hogy mi a várost úgy pozícionáltuk, hogy ez egy regionális központ. Nem azt mondtuk, hogy legyen az, hanem az, hogy ez egy regionális központ. Ide tartoznak azok a pályázatok, amit például a Biocom indít el most, egy 17 milliárdos beruházás, mert több mint 350 önkormányzat és 450 ezer embert érén. Ez itt a pécsi Biocom esetében történik meg, tehát itt fogjuk ezt megtenni.
szintén fejlesztésre fog ösztönözni a városba az Expo, a rendezvényközpont, ami a Pécsi Városüzemeltetés és Vagyonkezelő Részvénytársaság beruházásában valósul meg, most kezdődik el 2004-ben, ez egy 2 milliárdos program. Itt lesznek a nemzetközi kiállítások, programok, rendezvények, tehát ez megint Pécs pozícióját fogja erősíteni. És megindul a stadion beruházás, amire talán már annyira nem büszke képviselőtársam, mert igaz, hogy az előző kormányzat idején hirdették meg, de addig nem történt semmi. Most viszont 2004-ben ez a beruházás is megkezdődik. Most mi úgy indultunk ezekbe a programokban, mindig azt mondtuk, hogy először tervezni kell, tehát ahhoz, hogy mára, és mondjuk a már 2003 vagy 2004-nek legyen valami, ez 98-ban ugyanez a városvezetésnek kellett kidolgozni, előkészíteni, megcsinálni. Tehát minden dolognak van ideje, amire megér, és amire egy beruházást meg tudunk valósítani. Ha megengednek egy újságíró megjegyzést, a pályázatokkal kapcsolatosan az emberben felmerül a kérdés, hogy oké, pályázunk, de nehogy úgy járjunk, mint egy nem túl messze lévő város, ahol a pályázati önrészsel gyakorlatilag majdnem csődbe került az önkormányzat, Kaposvárra gondolok. És van-e ezeknek a pályázatoknak kellő háttere, tehát megvan-e az a fedezet biztosítása az önerőhöz? Ez nagyon-nagyon tud különbözni, pályázatról pályázatra. Nem arról beszélek, hanem hogy a költségvetésben el kell különíteni az önerőt, hiszen ha véletlenül nyerjen a pályázatot, nagy baj lehet. Jövő évi költségvetési koncepcióban már elkülönítettünk erre 100 millió forintot. Nyilván egyéb forrásokból is lehet pályázati önrészeket esetleg találni. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel nem volt baj, és eddig, ha én jól veszem ki, akkor az ezévi ilyen pályázati önrészekkel sem volt baj, bár tartanánk ott, hogy ez lenne a legnagyobb gondunk. Egyébként van, pedig, akinek gond. Hogy mondjam, az is egy kérdés, ugye, hogy különböző pályázatoknál különböző önrészek vannak. Van, ahol 2%, van, ahol 30%, van, ahol 5%. Pályázni tudni kell. Az ember nyilván, hogy mondjam, azokat is megpályázza, de csak módjával, mondjuk 50% az önrész, azokra hajt inkább, amelyeknél 2%, 10%. Ez végül összeadódik egy nagy büdzsébe, mint a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke pontosan. Én azt gondolom, hogy nagyon jó a kérdés, mert a mostani pályázati szisztéma az alapvetően különbözik az eddigiektől. Tehát itt azért elég komoly pályázati önrészeket kell letenni az asztalra, és ami még különbözik az eddigi finanszírozásoktól, az, hogy előre meg kell finanszírozni, és utófinanszírozás van a pályázatoknál. Ha mondjuk tehát a Széchenyi terv is ilyen volt. Javarészt igen. Eleinte teljesen. De annyit hadd mondjak a Széchenyi tervvel kapcsolatban, hogy korán sem voltak akkora pályázati, hogy mondjam, dömpingek és tömegek, mint ami most itt van. És hogyha megfigyeljük azt, hogy milyen jellegű pályázatokat nyújtunk be, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igazából nem azok a típusú pályázatok vannak, amik mondjuk az emberek fejében a mindennapi gondokat jelentik. Tehát igazából nem biztos, hogy azokra a dolgokra pályázunk, ami mondjuk az emberek megítélése szerint a legfontosabb. Hát én azt gondolom, hogy például Pécsen, hogyha megkérdezik az átlag állampolgárt, akkor nem biztos, hogy az a legnagyobb baja, hogy nincsen Pécsett rendezvényközpont. Ez egy fontos területe lehet a gazdaságnak, de ha mondjuk megkeressük a pécsieket és beszélünk erről, lehet, hogy azt mondják, hogy egy konferencia központ sokkal fontosabb lenne minden más egyéb szempontból. Plusz még, hogyha beszélünk erről a rendezvényközpontról, hogy konkrétumokról is beszéljünk, az egész projektnek a lefedettsége pályázati úton egyelőre még nincsen meg, csak egy része van meg, amit fontos egyébként megjegyezni, és az is fontos, hogy tulajdonképpen úgy ugrott bele a testület ebbe a pályázatba, és akkor ez a kritikai elemnek a része, hogy igazából nem vitatkoztunk arról, hogy ez a legfontosabb dolog, egyébként fontos dolognak ítéljük meg mi is, és mi is támogattuk a pályázat benyújtását, de alapvetően is sűrűsen nehezményeztük azt, hogy gyakorlatilag nem kaptunk képviselőként megfelelő tájékoztatást erről. De ha már stadion rekonstrukció szóba került, ezt nem lehet szó nélkül hagyni, hogy elkészült egy több mint 100 millió forintos villanyvilágítás úgy, hogy nem volt építési engedélye Pécsen. Szóval ez azért több mint abszurd, hogy 2003-ban egy bármilyen városvezetés, bármilyen színű városvezetés ennyire semmibe vegye az építési jogszabályokat és törvényeket. Én ezt több mint felháborítónak tartom, és hangsúlyozni kell, nem a foci ellen beszélek, mert nyilvánvaló, hogy egy időben elindított beruházás, egy engedélyezési eljárás
lehetővé tette volna azt, hogy előbb-utóbb fölépüljenek ezek a tornyok. Az más kérdés persze, hogy a meccseki látképet hogyan befolyásolja meg, hogy jó helyen van a stadion, vagy sem. De ezt most tegyük félre. Ezt nehézsük meg ezt a vitát, nagyon kérem önöket. Ja. De lényeg az, hogy építés engedély nélkül épült meg ez a beruházás, és talán mondjak még egy kritikai elmet, és akkor tényleg befejeztem, hogy ha jól emlékeznek, kedves képviselőtársaim, 2000-ben írtuk alá az ECE, az úgynevezett Árkád üzletházra a fejlesztési szerződéseket. Évekkel ezelőtt adtuk el a buzatéri telket. Én nem tudom, hogy miért kellett az ECE projektmenedzsmentnek a vészjelzését megvárva elindítani ezt a hatalmas buzatéri beruházást, ami gyakorlatilag három hónapig megbénította a városnak az életét, amikor ezt jól előkészítve, időben elhúzva, jól megszervezve, több műszakos rendszerben. Én azt gondolom, hogy sokkal kevesebb idegesítettük volna fel a pécsi polgárokat, és sokkal kevesebb dugót okoztunk volna mindenkinek. Ilyenkor mondják azt, hogy savanyú a szőlő, de még mindig nem tudom, hogy mik azok a beruházások. Azt gondolom, hogy ez nem savanyú. Nem, még mindig nem tudom, hogy milyen beruházások nincsenek, vagy milyen célok nem valósultak meg. A stadionra reagálva ezt nem tudom, hogy építési engedély nélkül készítették el. Én azt javaslom, hogy ezt hozzuk elő közelésen, beszéljük meg, de tudomásom szerint minden ilyennel rendelkezett, minden ilyen feltétellel. Örülök, ha itt közgyűlési téma merül fel a Pécs TV-ben, viszont az a helyzet, hogy a közgyűlés, a 18. közgyűlés anyagát tartom a kezemben. Ez érdemes megmutatni kedves nézőinknek. 60 valahány napira, nem tudom pontosan megmondani. 66. Igen. Volt már ennyi egyébként, ez nem egy olyan nagy kaland. Sőt, több is volt. Ez 60, volt már 80 is, csak az a helyzet, hogy ez az előterjesztési csomag, ez egy őrületesen komoly előterjesztési csomag. Ebben, hogy csak mazsolázzak belőle, a Biokom részének a megvásárlása van például, tehát hogy a Biokom 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság legyen, 49%-át vásárolják ki a részvénytársaságból. A PTVRT részvénytársága alakulása benne van. Van benne iparűzési adórendelet módosítás, vízcsatornadíj, helyi autóbusz közlekedés vitel. Most ezeket tényszerűen sorolom fel, nem akarok én ezzel vitatkozni, hogy ez most jó vagy nem jó így. Magas házértékesítési pályázat, középtávú foglalkoztatási koncepció, ami csupán csak azt jelzi, hogy történnek dolgok a városban. Igen. Tehát én ezt abból a szempontból hozom most elő, hogy ebben a városban azért rengeteg projekt fut. Egy a nagy kérdés, hogy ezek átláthatóak-e. Tehát ezeknek a mennyisége, ezek kellő módon átlátható-e, meg lehet-e tárgyalni ennyit például egy nap? A mi véleményünk akkor elnézést, hogy én szerintem. Természetesen azért átláthatóak, mert aki kívülről először látja ezt a közülési anyagot, ez egy hihetetlen nagy anyag. De azt tudni kell, hogy egy-egy napirendi pont 2-3 bizottsági ülésen is átmegy, de kettőn egész biztosan. Az egyik a szakbizottság, tehát például a GAVÁB előtt, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előtt, és a másik a Pénzügyi Költségvetési Bizottság, tehát ezelőtt átmegy. Sőt, nem ritkán egy-egy beruházás átmegy úgy, hogyha az oktatási ágazaton keresztül megy, akkor az oktatási ágazat, mint szakmai bizottság vitatja meg, a Gazdasági Bizottság első a beruházás értelmét, tehát egy másik szakmai szempontból, és végül a költségvetés elé jut. Nos, ez annyiból érdekes a számunkra, hogy ez az anyag, ez nem ismeretlen a képviselők előtt, hanem a képviselők mind az ellenzéki, mind a kormányzó oldala már ezt megvitatta, megbeszélte egyszer, és ilyenkor tulajdonképpen részben azt mondom, hogy pont kerül az íre, jobb kifejezés nem jut eszembe, de végül is egy olyan, hogy mások előtt is nyíltá válik, a jelentősége miatt is a közülésre kerül, mert vannak olyan ügyek, amik nem kerülnek a közülésre, bizottságok előtt maradnak. Tehát az én véleményem szerint átláthatóak. Magam, mint frakcióvezető, végigolvasom a bizottsági ülések anyagait, és ebből bizony, hát ez a dolgom természetesen, most ezt nem érdemként mondom, látom azt, hogy mi történik, és egy nagyon jó összefogott, összehangolt fejlesztési struktúrán keresztül visszük ezeket a dolgokat, és így készítjük elő. Rendelkezik-e a koalíciós partner is kellő ismeretekkel ezeken az anyagokban? Természetesen ez így igaz, ahogy itt Bukai Endre elmondja, és ráadásul folyamatosan egyeztetni is szoktunk. Tehát még egy alkalom arra, hogy keresztül menjünk az előterjesztéseken, és természetesen ilyenkor szoktuk azokat a vitákat is lebonyolítani, amelyek adott esetben nézett vagy szempontkülönbségeken alapulhatnak.
Úgyhogy ez szerintem ez igazából nem olyan nagy kérdés. Valóban inkább egy kívülálló számára az, ami meglepő lehet. Ráadásul ezek amiket felsorolt, a nagy beruházásokkal kapcsolatos kérdések, hát azok, hát hogy mondjam, hónapok óta előkészületben vannak, tehát ezek nem ismeretek, még mint tervek sem voltak ismeretlenek. Viszont hadd térjek vissza a stadion rekonstrukció is benne van például. Így van. Na most egy fél gondolat elejéig hadd térjek vissza az előző körhöz, hogyha lehet. Szóval ugye itt ilyen nagy beruházásokról van szó, valóban történnek ilyen dolgok. Amire nekünk rettenetesen ügyelni kell, és ezt Nagy Csaba vetette föl az imént éppen, amire nagyon ügyelni kell, hogy a nagy beruházások mögött ne tűnjön el a polgár, ne tűnjön el a pécsi lakos. Tehát akkor, amikor itt fölmerült például a vásárközpontnak, rendezvényközpontnak a kérdése, akkor nem igazán az volt a kérdés, hogy most ez kell, ez a nagy beruházás kell, vagy egy másik nagy beruházás kell. Ez is biztos egy nagyon fontos kérdés, meg lehet vitatni. Az alapvető kérdés nem ez volt, hanem az volt, hogy vajon ez a beruházás elvonja-e a forrásokat például az útrekonstrukcióktól. Elvonja a pénzt attól, hogy valóban rendbe tegyük az utakat, amit azt hiszem, hogy mondjuk a pécsi polgárok nagy átlaga kiemelten a legfontosabb kérdésnek és a legnevralgikusabb kérdésnek kezel. Tehát miközben a nagy grandiózus beruházásokban gondolkozunk, oda kell ezekre a dolgokra figyelnünk. Ami pedig mondjuk ezt a közlekedési, tehát búzatéri beruházást illeti, ugye ott mindig van egy ilyen választási lehetőség. Ugye vagy azt választja az ember, hogy egyszerre idegesíti nagyon Pécs összes állampolgárát, vagy pedig kicsit idegesíti viszont nagyon sokáig. Hát azért nem várunk el nagy titkot, hogy itt kellett várni egy komoly állami forrás megérkezésére is. Így van, hát szóval azt mondom, hogy ezek... Ha jól ezek... emlékszem, az volt itt egy olyan kérdés, ami miatt lebegett ez az egész, és az utolsó pillanatban indult el, nem árulunk el ezzel titkot, erről többször szó volt a tévében. Minden esetre nekünk feladatunk, és azt hiszem, hogy ebben mindhárman talán egyetérthetünk, hogy azért az állampolgári szempontokat, azokat, az úgynevezett kicsi szempontokat, a rettenetesen fontos szempontokat ne tévesszük szem elől akkor, amikor itt nagy beruházunk milliárdokért. Az ellenzék milyen módon vesz részt ebben az előkészítésben? Ismeri-e ezeket az anyagokat? Mondanék egy példát, most előbb olvastam, hogy Juhász képviselőtársunk, hát az MSZP városi elnök üzent nekem, hogy rosszul ismerem a dolgokat. Hát én köszönöm szépen neki az információt, mert ez nekem új információ, és nyilván ez abból adódik, hogy gyakorlatilag a városi ellenzék olyan szerepet játszik el, amennyit eljátszhat ebben. Megpróbálok röviden reflektálni erre a dolgokra. Én azt gondolom, hogy a városi ellenzéket valamilyen szinten nyilván bevonják ebbe az előkészítésbe, hiszen a közgyűlési munkában a városi képviselők is részt vesznek a tekintetben, hogy bizottsági ülésünkön részt teszünk. Más vonatkozásban azt gondolom, hogy abszolút nem. Mondhatnék például olyan példákat, amikor közgyűlés előtt szembesülünk bizonyos személyi döntésekkel, kérdésekkel. De bocsássam meg, hogy félbeszakítom, elviekben önök minden bizottsági ülésen ott vannak, és minden bizottsági anyagot megkapnak. Bár a bizottsági üléseken való részvételről többször hallottam kifogást, hogy nem mindig van ott, hiszen nem tud szavazni, vagy esetleg nem érdekes, hogy éppen akkor szavazza. Hát igen, mondjuk eléggé sajátságos stílusban történnek mostanában a bizottsági üléseknek, legalábbis nem minden bizottságnál, de bizonyos bizottságoknál igen. Nagyon sok a rendkívüli ülés, és nagyon sok olyan ülés van például, amit rendszeresen mondjuk csütörtök reggel tartanak meg, és ha a kritikáról beszélünk, én azt gondolom, hogy nem egészséges, bár lehet 70 napi rendi pontot megtárgyalni egy nap, én véleményem szerint sűrűnben kellene a pécsi közgyűléseket tartani, mert valahol egy kicsit a demokráciának a megcsúfolásának érzem azt, amikor fölállunk a 43. napi rendi pontnál, és gyakorlatilag egy elnöki elvárás az, hogy ne legyen kiegészíteni való egy előterjesztéshez, és úgy tárgyalunk meg nyilvános ülésen bármit is, hogy tulajdonképpen el sem mondjuk legalább egy pár mondatban annak a tartalmát. Én azt gondolom, hogy ez valahol az önkormányzatiságnak a megcsúfolása. Én remélem, hogy egyszer majd eljut oda a pécsi testület, ha nem is lesz talán ennyi munkája, meg ha sűrűben ülésezik, hogy ilyen hibák ne történjenek. Hát valószínűleg túl sok a feladat, Bókai úr összere mondta. A szemöldökét nagyon megadom a reakció lehetőségét, aztán még egy kérdést tudjunk megbeszélni a 10 percben. Köszönöm szépen. Egy kicsit a képviselőtársam frakcióvezető úr felvetését rosszallom, talán nem jó szó ez, hiszen minden személyi ügyet egyeztetünk. Tehát minden egyes közgyűlés előtt
előző nap szerdán 16 órakor van egy frakcióvezetői egyeztetés, amelyre külön minden egyes alkalommal minden frakcióvezetőt és egyéni képviselőt meghívunk. Tehát ez egy bevett gyakorlat. Az, hogy eljönnek vagy nem jönnek, az egy másik kérdés, de ez a szuverén joguk, hogy részt vesznek-e vagy nem. Magam részéről 16 órakor pontosan ott ülök a 49B teremben. Tehát ezért ezt nagyon határozottan szeretném elutasítani, hogy bármilyen meglepetés és bármilyen előkészítés nem teszünk lehetővé az ellenzék és minden más képviselő számára, hangsúlyozom, egyéni képviselőket is ugyanígy meghívjuk. Tehát ez így nem igaz. A másik dolog az, hogy a tájékozottságra, hát arra mi igazán nem vállalhatjuk fel a felelősséget. Hangsúlyozom, ezek a programok több bizottsági ülésen keresztül mennek, nem egyen, és ezek a programok sokszor többször visszatérnek egy-egy bizottsági ülésre. Egy dolgot szeretnék hozzátenni még, hogy a külső, tehát a polgár számára láthatóak legyenek ezek az anyagok, megpróbáljuk föltenni a Pécsváros internetes honlapjára, tehát úgy szerkeszteni, úgy előkészíteni a honlapot, mert ez mennyiségileg elbírja ezt az anyagot, hogy bárki hát el tudja olvasni. És abban a pillanatban azt mondom, hogy a legnyíltabb vitát tesszük lehetővé, ez ennek most technikai feltétele van, tehát nem azért, mert bárki ellenezni, hanem pillanatilag még nem tudtuk ezt kidolgozni. Tehát azért szeretnék reflektálni. Nagyon kérem, röviden, mert még egy kérdést szeretnék föltenni, és arra még önöknek van, ha jól nézem, akkor körülbelül egy 8 percig. Nagyon röviden, én azt gondolom, hogy érdemes lenne egyszer kinyitunk közösen a magyar értelmező kézi szótát, és megnézni, hogy az egyeztetés cím szólat mit találunk. Mert azt gondolom, hogy azt nem lehet egyeztetésnek nevezni bármilyen szinten sem, hogy azt mondjuk, hogy ez lesz és kész. És tulajdonképpen nem is vagyok kíváncsi a véleményedre, hogy bármit mondasz, nem tudja befolyásolni az enyémet. Én három példát szeretnék mondani az elmúlt egy-másfél év történetéből. 3 KHT-t alapítottunk, bármint a város. A kormányzó koalíció, az NSZDSZ, MSZP kormányzó koalíció egyetlen egyszer sem írt ki a KHT-k vonatkozásában pályázatot. És mondjuk nekem a legérdekesebb az a pécsi repülőteret üzemeltető és működtető KHT volt, ahol olyan embert sikerült találnunk, akinek gyakorlatilag olyan gyakorlata volt, hogy én most nem tudom szó szerint nyilván idézni az előterjesztést, de hogy mindenféle boltokat meg vendéglátóipari egységeket vezetett, és így lehetett valaki egy repülőtér KHT-nak a vezetője. Én azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben muszáj lett volna egyeztetnünk, mert talán akkor nem politikai kinevezések lettek volna. Hát, gyanítom én, hogy akkor erről lesz még vita közgyűlésben, ha még nem volt. De... biztos vagyok benne. Én azért nem akarok válaszolni, hogy lezárjuk jó, ezt a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm a nagy valóságát. Egyetlen egy kérdés maradt, többet tettem volna még fel. Továbbra is tájékoztatom kedves nézőinket, hogy az ISPA program ütemezéséről tájékoztatás fognak hallani egyrészt a közgyűlésen is, a közgyűlés előterjesztései között szerepel, bár mondjuk eléggé hátul. A másik pedig, hogy pécsvárosi a Városházán ki van függesztve a jelenlegi program, a Pécs TV teletextjén is elérhető, és a pécsi hírekben rendszeresen beszámol róla az önkormányzat, hogy hogy áll az ISPA ügy. Ami pedig a költségvetés 9 milliárdos körüli összeg, erről már majdnem egy hónapja tudunk, nem egy nagy újság ez. Máskor is szokott 7-7,5 milliárd, 8 milliárd lenni. Ez ugye az a követelés, nem is követelés, inkább igényként fogalmazzuk meg, amit benyújtottak az intézmények, a társaságok, és amely a város előtt a tervezett képviselőprogramokra, a folyó beruházásokra és a várható programokra jó lenne, ha meg lenne. Na de nincs. Mi a stratégia? Mi lesz? Hát ugye ez a 9 milliárd, hogy pontosan lássuk a helyzetet, többletigény, ami mondjuk a bevételi oldal, amit fedezni tudna elvileg. Tehát ugye erről a 9 milliárdról beszélünk. Erről van, hát amit beszélünk. Több, tehát amennyivel hát, több. Ennyivel több az igény. Igen, ennyivel több az igény. Ez egyébként minden évben így szokott. Én a prioritásokra vagyok elsősorban ezek... kíváncsi, hogy mik azok a prioritások, amiket lehet látni már a költségvetés koncepciójában. Hogy... igen, de ezt mondjuk annyit érdemes megvilágítani a dologgal kapcsolatosan, hogy valóban ezek a többletigények, ezek nem jogtalan igények sok esetben, hanem teljesen jogos igények, ezeket ki kellene tudni elégíteni, nincs rá forrás. És ilyenkor kezdődik valóban részint a prioritások kérdése, részint annak a kérdése, hogy mi az, amit azért mégis ebből a dologból ugye meg kell csinálni föltétlenül. Nyilván az intézmény fenntartás abszolút prioritást igényel a dologban, tehát ez gyakorlatilag le is köti az önkormányzat költségvetésének majd 80%-át.
Ami ezen túl van, természetesen itt mindenkinek megvannak a maga prioritásai. Itt mondjuk a Szabad Demokraták Szövetségének a prioritásai azok a területek, amelyeken úgy látjuk, hogy az Európai Uniós csatlakozás során fogunk tudni európai pénzeket szerezni. Tehát itt már említettem korábban azt, hogy a pályázati önrész alapot azt jelentősen meg szeretnénk növelni, éppen abban a reményben, hogy az Európai Uniós pályázatokat, azokat le tudjuk hívni. Ez egyébként nemzeti érdek is, ha tetszik. Ugyanúgy prioritása az informatikai beruházások, illetve az információs társadalomnak a továbbépítése. Ugye a nagy reményünk, álmunk az, hogy az elektronikus közigazgatásban nagyot fogunk tudni előrelépni. Ez ugye a polgárok számára megkönnyíti azt, hogy különböző hivatalos ügyeiket sorbanállás nélkül elintézhessék. És én kiemelnék egy olyan prioritást, ami most kezdi talán elérni az érzékelés küszöbét, vagy a közvélemény érzékelésének a küszöbét, ez az ökováros projekt. Tehát hogy egy olyan nagyon összetett projekt, amelyben a Biocommal együtt és egyéb cégekkel együtt megpróbálnánk Pécs városát egy zöldebb, érhetőbb, belélegezhetőbb várossá tenni. Ez egy óriási projekt, kormányzati támogatási szándékról van tudomásunk. Most nem tudok konkrét összegeket mondani, de januárban tartunk ez el. Ez európai szinten is egy érdekes gondolat, hiszen így van, tudom, nagyon örült neki. Egyébként ez az, amiről beszéltünk, hogy annyira örült a minisztérium annak, hogy van egy ilyen kezdeményezés, hogy van egy ilyen új ötlet, ami mellé oda tud állni. Úgyhogy erről aztán majd lesz egy bejelentésünk is. Nekünk, Szabad Demokraták Szövetségének ezek a fő prioritásai. Nagyon köszönöm, Bokajó. Köszönöm, de átengedem frakcióvezető úrnak, hogy nehogy. Tessék. Köszönöm szépen. Az én véleményem szerint ugye ez egy politikai döntés lesz, amit mi ellenzékből nem tudunk, hogy hogyan és mi módon fog megszületni. Érdeklődéssel várom, mert ebbe a 9 milliárd forintba mondjuk benne van ebbe a hiányba a stadion rekonstrukciónak is a forrás hiánya jelen pillanatban, hogy ilyen politikailag érdekesebb dolgot emeljünk ki. Én azt tartom leginkább és legfontosabbnak, hogy beszélni kell arról, hogy milyen állapotban van a város, milyen állapotban vannak az intézmények, fognak-e a feltételek javulni jövőre vagy sem. Ez nagyon úgy néz ki sajnos, hogy nem nagyon fognak javulni. És nagyon fontos arról is beszélni, hogy a sokat beharangozott és nagyon sokat emlegetett pedagógus béremelésnek milyen hatása van a közalkalmazotti szférára. Egy biztos, hogy a 2002. szeptember 1-i béremelés ugye most úgy tűnik, hogy 2004. január 1-ével nem követi béremelés, hiszen a Költségvetési Bizottságunk azt terjesztette be a testület elé, amit a testület egyébként elfogadott, hogy csak és kizárólag abból a forrásból lehet majd béremelésre félretenni a költségvetésbe, ami abból szabadul föl, hogy 6%-nyi közalkalmazottat kíván a város elbocsájtani. Ha ezt nem teszi meg a város, akkor gyakorlatilag 2002. szeptember 1 és 2005. január 1 között nem lesz közalkalmazotti béremelés, ez az egyik variáció, a másik pedig, hogy 400 embert elküldünk a közel 7000 közalkalmazottból. Én azt gondolom, hogy eléggé sötét a kép, és igazából nem látjuk mondjuk annak sem a forrását ezen túl, hogy mondjuk tisztább legyen a város, és mondjuk december 15-én ne találkozzunk még el nem hordott levélkupacokkal. Parancsol. A közalkalmazotti béremelésekkel kapcsolatban ez egy nem szokatlan gyakorlat. Minden évben eddig ez történt, a Fidesz kormányzása alatt is, hogy előírták, hogy 3%-os béleépítés, és annak a fedezet a további építkezésnek, tehát béremelésnek. Tehát ez önmagában nem különleges, itt a számok között kétségkívül 6%-ra van szó, tehát ezt nem is vitatjuk, ez nagyobb, mint a korábbi. Tehát, hogy úgy emeljenek bért, hogy kevesebb embert alkalmaznak. Így van, így van. Ez a kevesebb létszám alkalmazása természetesen mehet úgy is, hogy a jelenleg nyugdíjban lévő dolgozókat általában azért, mert magas bérekkel rendelkeznek, tényleg menjenek nyugdíjba, és helyekre fiatalokat vegyenek föl, tehát történjen egy fiatalítás, akik nyilván alacsonyabb bérrel dolgoznak, és ezért az ő alkalmazásuk is már megtakarítás jelent, de ugyanakkor a feladatot ellátják. Tehát van egy másik törvény, amelyik szabályozza, hogy egy-egy szakma, oktató, a szociális otthonok feladatait egy bizonyos létszámnak kell ellátni, és ez a törvény keresztezi ezt a költségvetési törvényt, tehát kell azt a létszámot biztosítani, tehát a működőképesség garantál. A prioritások. A prioritásokra. Mi általában úgy szoktunk dönteni, hogy melyiknek
van nagyobb hozadék a város közössége számára. Tehát ha azt mondom, hogy egy rendezvényközpontot, mint beruházást támogatunk, vagy megvalósítja, meg azért biztosítunk elsőbséget, mert azt mondjuk, hogy ez indukálja a gazdaság fejlődését, hiszen a kiállítási központok, centrumok mindig vonzanak ilyen betelepülési lehetőséget, megmutatják magukat, a város idegenforgalmat és egyebeket is fellendíti. De mondok egy másikat, például most 171 ház, több mint 5700 lakás adta be a külső hőszigetelésre a pályázatot. Ez több mint 450 millió forint önrész jelentett volna a városnak, és egy újabb, közel másfél milliárdos beruházás. És itt is azt mondtuk, hogy el kell dönteni mennyit. A város először azt mondta, hogy ebből 314 millió forintos önrész tud felvállalni. Tehát így, ilyen módon döntünk, hogy folyjon a program, de nyilván megpróbáljuk egyensúlyba tartani, és a politikának ez a legfontosabb szerepe. Kell figyelnünk a buszbeszerzésekre, kell figyelnünk a lakásépítésekre, a szociális gondokra, tehát hogy sehol ne keletkezzen később már olyan feszültség, amit sokkal költségesebb után rendbe tenni. Tehát ez a mi legfőbb feladatunk, és azt hiszem, hogy ezt pillanatnyilag legalábbis úgy érzem, hogy tudtuk teljesíteni. Azt gondolom, hogy itt nagyon sok olyan műsor zajlik mostanában a televízióban, főleg a Kamarával közösen is a Távlatok című műsor, ami kifejezetten hosszú távú programokra vonatkozik. Itt az körvonalazódik, hogy itt általában halat kell adni a népnek, vagy hálót is megtanítani halászni. Tehát olyan beruházásokat, amelyek jövőben mutatóak, és későbbiekben munkahely gazdaságérintő, munkahelyteremtő gazdaságérintő beruházások, vagy a túlélést kell finanszírozni. És biztos, hogy mind a kettőt kell, csak ugye az egyensúly a kérdés. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a stúdióba fáradtak és megosztották gondolatainkat velünk. Kedves nézőink, megtisztelő figyelmét is köszönöm, és arra biztatom önöket, hogy nézzék meg a pécsi közgyűlés közvetítését. Nagyon-nagyon izgalmas és elég fontos témák lesznek csütörtökön. Reggel 9 órakor kezdünk élő egyenes adásban az önkormányzat, a pécsi polgármesteri hivatal épületéből, és szombaton megismételjük a közgyűlést. Ha sokáig tart, akkor valószínűleg vasárnap is lesz belőle. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, következik a hálózat.